Sziasztok srácok, ez itt újra a Kolesz Crew. Köszönöm titeket egy újabb videóban, ahol meglepetésen nem otthon a Koli szobákban vagyunk, hanem kijöttünk a négy fal közül, azt sem tudom igazából, hogy hogy vagyunk, hol vagyunk, nem szoktunk ennyit szabadban lenni, mindig csak sorsjeleket kaparunk otthon, de most eljöttünk egy lottózóba jó korán reggel, csak és kizárólag azért, hogy feladhassunk egy újfajta fogdási lehetőséget, a Kincsen plusz tuti szelvényt, ahol valódi a tét, valódiak az izgalmak, tesókám. Ő még nem tudja, hogy miről van szó, már korábban adtam föl ilyen szelvényeket, de most azért csináljuk nektek ezt a videót, hogy bemutathassuk, hogy mi is az a Kincsen plusz tuti, mi is az a lófogadás, úgyhogy menjünk is el egy lottózóba és vegyünk pár szelvényt. És már meg is vettük a szelvényeinket Szabolcsra a Kincsen plusz tuti valódi tét, valódi izgalmakkal fogadáshoz. Viktor, hogy ez is kell felvenni ezt a szelvényt? Ezt a szelvényt úgy kell felvenni, hogy elmentek egy lottózóba, beálltok a lottózós hölgy vagy úr elé, és megmondjátok neki, hogy jó napot, egy Kincsen plusz tuti szelvényt szeretnék kérni, ahol valódi a tét és valódiak az izgalmak. Ő azt fogja neked mondani, hogy egy darabot szeretnél, te azt mondod neki, hogy nem! Legyen kettő, mert a barátomnak is veszek. Ő azt mondja, hogy a szelvény ára 600 forint darabja, úgyhogy 1200 forintot kérek. Megkapod a két szelvényedet, hazajössz, és megnézel a lóversenyfutamot. És hogy néz ki a szelvény egyébként? Nézd már meg. Hogy néz ki egy szelvény? Hát gyertek közelebb, megmutatom nektek. Ez a szelvény, ez pontosan ugyanúgy néz ki, mint egy átlagos lottó, vagy tipmix szelvény. Megtaláljuk rajta a lottónak a nevét, ahol feladtuk a központi dolgokat, mindegy, de ami itt a lényeg, ami nekünk igazán számít, az az, hogy 600 forintba kerül, leírja a játéknak, hogy mikor is volt játékba kerül, és meddig érvényes, melyik futamra érvényes. Itt láthatjátok, hogy melyik napon, hány órakor indul az a futam, melyik pályán, melyik futam indul, ez számunkra igazából lényegtelen, csak az fontos, hogy melyik városban, melyik időpontban indul a futam. 16 darab bejelentett induló közül kell nekünk eltalálnunk az első 5-öt, 10, 3, 11, 2 és 13. Ők azok a lovak, akiknek nekünk drukkolnunk kell, hogyha valamelyik esetleg elesne a csata előtt, akkor van egy tartalék lovunk is, amelyik beugrik kapásból a helyére. És hogyha ezek a lovak így befutottak, 5 lovunk van, ezt mindenki látja, a nyeremény kategóriákból pedig 4 van. Akkor nyerünk egy szelvényen, hogyha az itt megtalálható 5 lovacska közül az első 3 helyezett mind rajta van a szelvényen. Tehát, hogy az első 3-ba befutott a 3-as, a 2-es és a 13-as ló, amit látjátok, hogy nálam meg lett játszva, akkor én már megnyertem az első kategória nyereményeit. Úgy megyünk tovább, hogy az első 4 helyezett, majd az első 5 helyezettet kell eltalálni. Akármilyen sorrendben itt a szelvényen közül, ez az alsó 3 kategória, a főnyereményt pedig akkor nyered meg, hogyha a lovak pontosan úgy jönnek be, hogy 10, 3, 11, 2 és 13. Ez így elsőre furcsán hangozhat, de nézzük meg egy élő példát rá, nézzük meg egy élő lóversenyfogadást, a 1350-es Maisons Lafierté futamot. Na de még mielőtt elindulna a futam előtte, fontosnak tartom azt, hogy Masturbinyóval kisorsoljuk a szelvényeket, ugyanis nekem a 3, a 13 és a 10-es ló, az nekem szimpatikus, én azoknak szeretnék drukkolni. Meg hát rajta van a 13-as szám, az a te szerencse számod, Masturbinyó, ami kavaránk, úgyhogy kénytelenek vagyunk felhasználni, hiszen nem tudjuk eldönteni, hogy melyikünk melyik szelvény legyen. Feltétlenül úgyhogy... fehér. Én a fehér szeretnék lenni, legyen. És hogyha fehér, akkor én választom ki, hogy melyik az én szelvény. Legyen így. És akkor indul. Oh, nem! Akkor vakon szeretnéd, vagy a 13-asat választod? Igen. Jó, ez így a fair. Ennek a szelvénynek a végén ott a 3-as és a 9-es, a 39 az én számom. A 3-as, 9-es logban amúgy is érzem az erőt, bennük van, belenéztem a szemükbe és láttam, hogy ők nyerni fognak. Úgyhogy mi el is indítjuk szépen itt a lófogadás felvételét. Na, hát akkor nézzük is. Na szóval, induljon a lóverseny! 2-3, hajrá magyarok! Fú! Maisons Lafierté, 2400 méteres az egész futam, biztos így kell mondani. Franciául ezt a versenyt. Hajrá, 10, 8, 5, 3, 9! Hozzátok haza papának a nyereményeket! Nem látom egyelőre a számokat! 2400 méter, te jó ég! Egyébként nem tudom, tudtad-e, de egy ló, az tudod, hogy meddig él? Nem! Meddig? 12-3 évig. 13 évig. 39. Van, hogy 40 évesek is lehetnek a lovak. A 3-as az élen, a 3-as az élen, az mindkettőnk szelvényén rajta van, a 3-as az élen. A 10-es, a favorit a 10-es, hol van? Hol van? Remélem, ő a favorit. De mind a kettőnek ő az első helyezett. Nézd, szóval ott van alul az, ja, ott van, 3-16-4. 16-4, egyikünknek sincsen. Ők lassítsanak le! Nem baj, 2400 méter, még a bal alsó sorokban lehet követni egy csikkel, hogy a 9-es! 39! Come on, Alex!
Pénzt akarok nyerni! Na ha gyerünk ilyen, ilyen sorrendben... 39 az első helyen! Ez nekem van kitalálva, tesókáim! Nekem van kitalálva! Még sok van vissza, az a baj, sok van vissza! De a tízesnek vissza kéne jönnie? Vagy kinek? Hol a tízes? A tízes fel kell jöjjön! A tízes? Jó, mindjárt jön az! A top 5-be kell benne lennie ezeknek a lovaknak, az a legfontosabb. Aha, és tök menő néz, itt alul látszódik, hogy mennyi van még igen, a futamból. 8-5, hol a 10-es? 8-5, 10, az ki a 16-os, hol a 10-es? Szerintem a nagyvágtára készül, a 13-as leghátul, de most jól látom, hogy ezt felzárkózni. A 13-as leghátul. Nem baj, egyébként láttam, néztem már korábban is versenyeket, és kicsi, csak bele semmi gond. És hihetetlen hátulról is előre tudnak jönni a lovak, 3-as, 9-es, nézd, nézd, ott a 13-as megjelent. Ó, dehogy is. De, ő ott, figyelj. Az a 10-es legyen. Hogy nem hátrébb futott? Hol volt az? Gyere. Ne, az a 9-esnek kell lenni, vagy a 3-asnak. Tényleg amúgy. Nem látom a számokat, de befordulnak a célegyenesre. 3-as, 9-es az élen, ez maradjon így, ez költői, ez szépen ki van találva, ez nekem van kitalálva. Hol a 10-es? Egy másodpercig sem láttam még a 10-es. Van-e még kanyar? Ez az utolsó kanyar, jön az egyenes, belső íven a 3-as. Te jó ég, belső íven a 3-as. Gyere már a 10-es, hol a 10-es? Szabikám, hol a 10-es? Nem tudom, mutasd. Ott összevesznek a lovak középen. Le is lassít. Kirúgta a ló a lábát. Ott jön, de hogy jön? Hogy? Nem beszél csúnyán. Az a 10-es? Az a 10-es? Mondd már, hogy a 10-es jön ilyen gyorsan. 14-es. Az a 10-es, az a 10-es, ott néz, ott jön a 10-es. Hogy jön a 10-es a végén, te jó ég? Ujj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 j
és menjen vissza azt, ahogy püfölj neki. Hogy nyomja a tízest, jó ég! Behúzza a tízes! Behúzza! Nem hiszem el, nem a tízes nyert, a négyes. Ó, nem. Na, de sorrendi most... kincsen pluszunk már biztos nincsen. Az nincs. Emberdó a jockey. A négyes a befutó. A tízes lett a második, ugye? Aha. Négyesed nincs, mi? Nincs. Hármas, kilences végigvezetett, ezt így lemaradni a célegyenesbe. Provizióra. A tiszta célfotó, teljesen tükörsöm. Tízes, ki a harmadik? Hatos. Hatos? Nincsen. Ötös? Nekem van! 14-es, oh, no. Nem. Kettes, oh, nem. Oh, nem. Na jó, megnéztük a futamot magát. Nézzük, jó. Nézzük meg ezt a nézzük meg magát, a hogy hívják ott, az eredmény táblázatunkat. Hiszen, hogyha följöttök a lovifogadás.hu-ra, ott a kincsen plusznál megtaláljátok a kincsen plusz emlény. Itt van 4, 10, 6, 5, 14. Volt-e kizárás az a kérdés? Ahogy látom, nem volt kizárás. Lejelentések. 1, 8, 11. Ők azok, akik lejelentettek. Uh-huh. Azt nem tudom, mit jelent. Vagy kiestek, vagy izéltek. Fogok egy tollat. És megnézem. 4-esem nincs. 10-esem van, azt bekarikázom. 6-osom nincs. 5-ösöm van. Ott ne, két találatosom van, nincs bónusz. Hogyha lett volna árva. Plusz egy, akiben fut nekünk, akkor nyerhettünk volna 1260 forintot. Tehát megdupláztuk igazából a sorsügyünket. Sorsügyünket. Nem mondhatjuk így, hanem inkább szelvényünket. Nagyon jó volt ez a kis lóverseny, nagyon izgalmas volt nézni a lovakat. Ti is megtehetitek a lovifogadás.hu-n, megtaláljátok mindegyik alkalommal, élőben is tudjátok követni a lófogadást eredeti kommentátorral, és magyar kommentátorral is tudjátok követni a fogadást, hogyha utólag nézitek vissza a videót. Tehát aki dolgozik és nem tud nézni élőben, az is meg tudja. Nekem lenne egy tök ötletem, egyébként simán csinálom azt, hogy élőben néznénk együtt közösen, ezt valahogy ha akarjátok, írjátok meg kommentbe, hogy meg... Élő lófogadás stream, gyerekek, like és komment. Ha nektek is tetszett a kincsen plusz tuti, akkor mindenképp csekkoljátok le a lottozóba, vásároljatok belőlük sokat, három szelvényből legalább egyen nyerni fogtok, ez a statisztikánk. Úgyhogy ezzel búcsúzunk tőletek, találkozunk legközelebb, szevasztok! Sziasztok!